там, говорит, Кристис, он уверен, ты уберен. Ну, блядь, пять. Már a vadonatúj stúdióban próbálnak a Győri Balett táncosai, az Árpád parkolóház földszintjén kialakított több mint 200 négyzetméteres próbateremben 21. századi körülmények között készülhetnek a művészek az előadásokra. A stúdió megépülése régi álma volt már a társulatnak, mondta Kis János. 40 éves Győri Balett, ugye én 40 éve vagyok a Győri Balett tagja, ennél nagyobb ajándékot nem kaphatott. Tehát a Táncvilág napja alkalmából azt hiszem a világba is egészen különleges ez a hely. Ennek a balettteremnek a minősége, ami nagyon fontos, tehát hasonlóképpen a kedves nézők csak arra gondoljanak, hogy a sportolóknak is mennyire kell vigyázni az ízületeikre, tehát itt a padlózattól kezdve a légkondicionáló, tehát itt naponta 8 órát dolgozik a társulat. Ez egy óriási dolog, és tényleg mondhatom azt, hogy egy 21. századi világszínvonalú próbatermet kapott a Győri Balett társulata. A próbahelyiség és az ahhoz tartozó kiszolgáló létesítmények kialakításának költségét az önkormányzat finanszírozta. A kivitelezésre a város mintegy 200 millió forintot fordított. Borkai Zsolt az ünnepélyes átadón úgy fogalmazott, a Győri Balett kiemelten fontos a város kultúrájában, ezért nem volt kérdés, hogy biztosítják a megfelelő feltételeket a társulat számára. Annak idején ipari városként induló Győr városa az elmúlt időszakban is bizonyította, hogy valamelyest a kultúra fővárosa lett. Még hogyha nem is így alakult, de mindenképpen azt kell, hogy mondjam, hogy sok területen hihetetlen sikeresek vagyunk, és jó azt látni és tapasztalni, hogy amellett, hogy az önkormányzat mellette volt, van és lesz is a jövőben a győri kultúrának, a győri kultúrát a színpadra hozó embereknek, el kell, hogy mondjam, hogy jó azt látni és tapasztalni, hogy nagyon komoly összefogással, nagyon sok ember az élet sok területéről támogatja a győri balettet, támogatja a kultúrát, és ezzel együtt közösen pedig sikeresek tudunk lenni. Kara Ákos a város egyik országgyűlési képviselőjeként hangsúlyozta, a beruházás Győr egyik újabb sikerének számít, ami példát mutat az ország valamennyi városának. A feltételeket, meg egyáltalán a közösségi életet tekintve egy lépéssel az ország előtt tud járni, és valóban úgy van polgármester úr, hogy az ország különböző pontjain nézik, hogy Győr merre lép, és sok esetben követik azokat a lépéseket, és azt kívánom mindannyiunknak, hogy ez legyen így sokáig, még akkor is, ha aki elől megy, aki elől jár, annak mindig nehezebb haladni, de végül is aztán dupla a siker, hiszen az itt elért értékek, és az, hogy látjuk, hogy az ország számos pontján követik a példánkat, ez mindig örömre ad okot és megelégedésre ad okot. Simon Róbert Balázs Győr másik országgyűlési képviselője kiemelte, a sikerhez az elkötelezett munka és a tehetség mellett szükség van a minőségi körülményekre is, Győrben pedig mindhárom feltétel adott. Azt gondolom, hogy köszönhetően a tervezőknek és a kivitelezőknek, hiszen magyar győri kötődési kivitelezők végezték itt a szakmai munkát, egy kitűnő minőségi teremben lehetünk itt, és valóban a Győri Balett éppen a 40 éves évfordulóra itt ebben a próbateremben készülhet fel, hogyha fellépnek akár itt Győrben, akár a világ bármely pontján. A próba folyamatok mellett előadások színtere is lesz a stúdió, a direkt ide álmodott gyerekeknek szóló darabokat először a 15. Magyar Táncfesztiválon lehet majd itt látni.